a következő kis stúdióbeszélgetést, azt így adhok jelleggel szerveztem. Itt van mögöttünk a Teddy Maci Kórháznak a csapata, ahol kisgyerekek ismerkedhetnek meg magával az orvostudománnyal, és egy kicsit közelebb kerülhetnek ehhez a világhoz, hogy amikor majd őnekik kell orvoshoz menni, akkor ne féljenek annyira. Így előjáróban ennyit, de itt van két képviselő, akik segítenek nekem abban, hogy miről is szól ez a Teddy Maci Kórház. Az első Teddy Maci Kórházat 25 éve kezdtük itt Pécset, és mi voltunk az elsők, akik ezt az országba behoztuk. Ez egy eredetileg svéd program, ami arról szól, hogy csökkentsük a gyerekek félelmét az orvosokkal való kapcsolatuk tekintetében, mert rengetegszer találkozunk azzal, hogy félve jönnek be a rendelőbe, vagy egyáltalán nem is jönnek el a rendelőbe. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó program, hogy közelebb hozzuk a jövőbeli betegeket az orvostanhallgatókhoz. És hogyan teszitek ezt? Mit csinálhatnak nálatok a gyerekek? Jelenleg nálunk is most folyik egy ilyen kis sebészeti akció. Van egy hatalmas nagy Teddy Macink, amelynek a belső szervei meg vannak varva, és felnyithatják, beöltözhetnek rendesen, mint egy sebész, és megtanulhatják nálunk azt, hogy milyen szervei vannak az embernek, illetve a macinak is, mi mire való, és ezt általában nagyon szokták élvezni. Emellett vannak ilyen ambuláns kezeléseink is, ahol pici macikat, illetve plüssállatokat lehet kezelni, például eltörött a karja a medvének, vagy tegnap bélcsavarodása volt egy mosómedvének, és ezeket meggyógyíthatják nálunk. És hogyan veszitek azt észre, hogy mennyire tudják megtanulni egy-egy ilyen kis játék vagy akció által ezeket a dolgokat? Tehát vissza tudja mondjuk mondani, hogy neki most milyen betegsége volt? Megtanulják az eszközöknek a nevét, vagy ebben szereznek egy ilyen jártasságot? Igen, nagyon meglepő az, hogy például most volt az előbb egy olyan kislány, aki tavaly is részt vett egy ilyen programon, és neki igazából semmit nem kellett tanítanom vagy mondanom. Ugyanúgy tudta, hogy ez a mája, ez a tüdeje mire való, a szíve mire jó. Tehát vannak pozitív visszacsatolások így felénk is. Akkor igazából ők most már okosabbak ebből, mint én. Mettől mennyi idős korúaknak ajánljátok ezt? Mit gondoltok, hogy ki lehet ebből nőni? Vagy mennyi idősen érdemes ezt mondjuk elkezdeni, hogy ismerkedjenek ezekkel a gyerekek? Óvodás kortól ajánljuk, és az óvodákba is kijárunk a szorgalmi időszakokban. Általános iskolásoknál az első-második osztályosok még megfelelőek. A harmadik-negyedik osztályosokhoz is kimegyünk, viszont ott már inkább az egészségnevelésre hangsúlyozunk, egy nagyobb szót szoktunk erre fordítani, mert őket már nem annyira köti le a műtős kis játogatóikok. Milyen programjaitok vannak egyébként? Hol szoktatok bemutatkozni, mint Teddy Maci Kórház? Most például itt vagytok, de egyébként hol vagytok elérhetőek? A legnagyobb programunk minden évben a Teddy Maci Családi Nap. Ez ugye minden évben márciusban kerül megrendezésre. Emellett egészségnapokat is vállalunk. Történetünkben először már Szombathelyen is rendeztünk programot, tehát rengeteg helyen megtalálhatóak vagyunk. És a legnagyobb probléma az, hogy nincs akkora kapacitásunk, hogy minden program felkérésnek eleget tudjunk tenni. Folyamatosan jönnek az e-mailek, telefonok óvodákba, hát valahol visszatérő vendégek vagyunk, minden évben ellátogatunk hozzájuk. Úgyhogy próbálunk minél több helyre menni, folyamatosan megújulni, de a Teddy Maci Családi Nap, ami azt gondolom, hogy a legkiemelkedőbb rendezvényünk, és ez országosan is az egyik legismertebb rendezvény a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségének. Említetted, hogy nem is tudtok minden felkérésnek eleget tenni. Ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy elegen vagytok. Na, hogyan lehet az orvostanhallgatókat toborozni, hogy jöjjenek el, mit profitálhatnak ők ebből, hogy részt vesznek egy ilyen akcióban? Nekünk van egy pontozási rendszerünk, tehát a részvételért mi pontot adunk, és ezt külföldi cseregyakorlatokra lehet beváltani. Ez az egyik fő motiváló tényező, de például külföldi hallgatókat is be tudunk vonni a programba. Elsősorban német hallgatók így hálából jönnek el a rendezvényeinkre, így köszönve meg azt, hogy tudnak valahol tanulni, mert lehet, hogy az ő anyaországukba sose válhatott volna orvos belőlük, és itt a mi egyetemünkön ez a lehetőség megadatott nekik. Tehát nagyon sokan így önszorgalomból jönnek csak. Egyébként ti hogy érzitek, hogy milyen kompetenciáitok fejlődtek azáltal, hogy ti részesei vagytok ennek?
Hát alapvetően az, hogy gyerekekkel megtanulunk jól beszélni, és egy csapatban dolgozni. Én azt hangsúlyoznám ki, hogy mi, mint leendő kollégák, azért mégiscsak valamilyen kompetenciát el kell sajátítanunk abban, hogy hogyan kommunikáljunk egymással, és nagyon sokat szervezünk is. A másik dolog az, hogy az első években nem nagyon találkozunk betegekkel. Tehát a tanulás az elsősorban könyvek, interaktív eszközök segítségével történik, és ezek azok a programok, amikor tényleg emberekkel foglalkozhatunk, és egy kicsit beleláthatunk abba, hogy miről is fog szólni a jövőnk. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek és beszélgettetek velem.